A magyar országgyűlés döntése jóvoltából a büszke kunok és jászok 2014 óta emlékezhetnek önmegváltásukra, azaz az előjogaik teljes körű gyakorlására jogosító redemció életbelépésére. A Mária Terézia döntése nyomán visszanyert, vagy még inkább visszavásárolt szabadság megerősítette az ősök iránti tiszteletet is. Minden vármegyében élő számára szeretnénk hirdetni, hogy az identitásunkhoz ragaszkodunk, a hazánkért akár hajlandóak vagyunk a vérünkkel is adózni, mint katona vármegye, Jászlókun-Szolnok vármegye mindig is büszke lesz arra, hogy mennyi erőt, mennyi támogatást tudtunk adni a mindenkori magyarságnak, és azt is fel kell, hogy említsük a mai napon, hogy ennek a gazdag kulturális, szellemi és anyagi örökségnek milyen mai lenyomatai élnek. A Jászkun emléknapon a főszerep ezúttal is azokat illette, akik munkájukkal nap mint nap a hagyományok ápolásán fáradoznak. Elődeink megmutatták az irányt, mi azt folytatjuk, de óvatosan bánunk vele, mert nagyon érzékeny. A hagyományt nagyon el lehet rontani is, meg tovább is lehet folytatni. A Jászkun redemció 250 éves évfordulója komoly lendületet adott a hagyományápolásnak. A tempó azóta is töretlen. Megjelentek például a lovasbandériumok, feltámadt a jászviselet halóporaiból, a jászhímzés megjelent napjaink ruházatán, színjátszó csoportok alakultak, és a hagyományőrzésnek nagyon-nagyon sok terén kezdtek el emberek dolgozni. És ez egyre azóta is, tehát magasabb színvonalra kerül, nagyon sokan dolgoznak benne, és azt hiszem, hogy ez nagyon fontos. A hagyomány ápolás mellett a hagyomány teremtés is jelen van a vármegyében. Elég csak arra a lelkes csapatra gondolni, mely kitalálta és üzemelteti a Rákóczifalvai Maci Múzeumot. Szeretnénk ezt folytatni, még többen jöjjenek, és még erősebb legyen ez a kollektíva, amit kialakítottunk, és még többen legyenek velünk egy hangon. A Nemzeti Jászkun Emléknap alkalmából emléklapot vehetett még át dr. Barna Gábor kunszentmártoni születésű etnográfus, Györfi Sándor karcegi születésű Kossuth és Munkácsi Díjas szobrász és éremművész, valamint Gál Dobos Beáta etnográfus.